Mit szeretünk? Na, mondd! A gyümölcsöző bűnöket. Szolgák, ágyasok, a nők mind, hogy békén? Nem kell. Bejelentkezne Dinyés Dániel, aki a munkának a zenei vezetője. Székesfehérváron dolgozik, tehát a mai napon sem tudít rá mi velünk. A Poppea megkoronázása az semmi másra nem szól, mint amikor egy egyáltalán azt meg nem érdemlő ember, hogy emelkedik fel a politikai szárnyain, a politika szárnyain a legmagasabb pozícióban. Épp ott vagy, te a hasznárok, könnyű lesz, Néró csak használ. Nem félek. Tudom, nem az a fajta vagy. Érdekes, hogy ahogy az ember minél több hatalommal rendelkezik, úgy sejlenek fel nagyon alap állati ösztönök benne. Ezzel a témával foglalkozunk. Látjuk, hogy Néró és Poppea mindenkit legyilkol azért, hogy ők ketten együtt legyenek és a csúcsra fölérkezzen Poppea. A vége mégis az, hogy megírja Monteverdi a világ egyik legszebb szerelmi duettjét, és aztán elkezd az ember a taps közben gondolkozni, és arra jár, hogy minek tapsolok én most? Hogy miért tapsolok? Hogy kinek tapsolok? Néró, te! Hát merre vagy? Te aljas! Te mocskos! És szerintem ez mindenképpen egy olyan dolog, ami érdekes. Sét tud várni most 2020-ban, pláne a mostani helyzetekben. Viszont szeretnénk beszélni az előadás teréről, a színháznak az a döntése született, hogy az előadásnak ne legyen költségvetése, tehát ne legyen jelmezés díszletre pénzt költve, mert nem tudjuk, hogy mikor és mennyi pénzhez jut a színház, ami pénzzel rendelkezik az egyenlőre, arra menjen, hogy ez a színház még létezzen. Az előadás tere, az itt felelhető lámpákból fog állni. Bekapcsoljátok ezeket? Azt is. A Balázs Zsuri és a Tihanyi Jögi segítségével megpróbáltunk abból főzni, ami a színházból kihozható. Bízom benne, hogy olyan tehetséggel és olyan kreativitással, ami aztán végül ott nem fog semmiféle hiányérzettel párosulni. Minek tűrni, drága, lazíts már, annyi gond, annyi stressz, tanulj meg élni. Akkor csak az énekelni valótól. Viszont nem vágyom én.